A Magyar-tenger, a Balaton, Közép-Európa legnagyobb tava és Magyarország egyik legfontosabb turisztikai központja. Természeti élővilága egyedülállóan gazdag és különleges. A tó és környéke már régóta közkedvelt élő és nyaralóhely, rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel, festői fekvésű településekkel és gyönyörű látképpel. A rendszerváltás előtt a belföldi és részben az NDK-s turizmus központja volt, a 90-es években pedig gyors változásnak indult és egyre több szolgáltatást kínált. 2010 után azonban új fejezet nyílt a Balaton történetében. Az építkezések rohamtempóra kapcsoltak, folyamatosan indulnak el újabb és újabb beruházások a tó melletti településeken. Ezek között rengeteg a szálloda és az apartmanház, de a magánépületek is egyre gyarapodnak, sokszor a hatályos természetvédelmi és építkezési törvényekkel szembe menve épülnek fel, figyelmen kívül hagyva az ott lakók és a környezetvédelmi szakemberek tiltakozását, akik féltik a terület törékeny ökológiai egyensúlyát. A balatoni ingatlanárak közben egyre emelkednek, amit a koronavírus miatti vidékre költözési hullám is csak felerősített. A városból érkezőket sokszor zavarják a falusi élet mindennapos velejárói, mint például a templomi harangszó vagy a kakas kukorékolás. A helyiek pedig a békés és csendes életterük miatt aggódnak. A nagyobb, több esetben milliárdos támogatások segítségével megvalósuló beruházások pedig szinte kivétel nélkül a Fideszhez közeli gazdasági szereplőkhöz kötődnek, olyanokhoz, akik a nemzeti együttműködés rendszerében állandó nyertesei a pályázatoknak és a nagy állami munkáknak. Az építkezéseket a magyar kormány volt, hogy törvénymódosításokkal is segítette. Videónkban a teljesség igénye nélkül a tó körüli legtöbb konfliktus szülő és legnagyobb építkezéseket vesszük sorra. Balatonaliga pártüdülő volt a szocializmus évtizedeiben. Volt itt villája Kádár Jánosnak, de még Fidel Castrónak is. A terület 30 évig állt elhagyatottan, több épületet már lebontottak. A komplexumot 2007-ben vette meg az államtól a Promót nevű izraeli ingatlanfejlesztő cég. Bő 10 évvel később az akkor Tibor Cistván és Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó Apennin Holding megvette a Promótot, és ezzel együtt övék lett a régi pártüdülő is. Azóta Tiborc és Mészáros kiszálltak a cégből, de az továbbra is NER közeli üzletemberé, a Magyarországon tizedik leggazdagabb Jellinek Dánielé. A kormány a terület fejlesztését 2020-ban nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősítette, amivel megnehezítették, hogy a helyi önkormányzat érdemben részt tudjon venni a döntésekben. A fejlesztésekre a Magyar Turisztikai Ügynökség által indított kisfaludi program keretében több mint 9 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg. A programban kiosztott pénzek visszanemtérítendő támogatások, amelyeknek egyik felét az Európai Unió adja, másik felét pedig a magyar adófizetők. Bár a nagy építkezés ellen a helyi civilek évek óta tiltakoznak, de az idén januárban nyilvánosságra került alig-aligett látványtervekből kiderült, hogy többek között szabadtéri rendezvényhelyszín, kikötő és szálloda fog épülni a területen. A komplexumban wellness részleg és konferenciaterem is lesz. A beruházók környezettudatos fejlesztést és a zöld terület megtartását ígérik. Friss hír, hogy tulajdonosváltás történt a klubaliga élén. Az Apennin eladta a Promótot az egyik legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztő vállalatként ismert Bayer Property Zrt.-nek. A Balalend egy közvetlenül a Szántódi révnél fekvő, 5,5 hektáros tóparti telken épülő luxusberuházás. A területen apartmanházak, szálloda és a 80 nap alatt a föld körül történetére épülő családi vízi élménypark épül. A projekt két körben kapott összesen 6,3 milliárd forint visszanemtérítendő állami támogatást. A kivitelező a sokáig Mészáros Lőrinc és Tibor Cisván tulajdonában lévő Apennine nyerté. Az építő cég adózott eredménye 2020-ban 2,4 milliárd forint volt. Ekkor készültek el az apartmanházak.
Ebben az évben derült ki az is, hogy az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bank 18 éves futamidővel csaknem 10 milliárd forint összegű kölcsönt hagyott jóvá a Balalen megépítéséhez. Az építő céget idén januárban eladta a Matolcsy György bizalmi körébe tartozó tulajdonosa. A projekt befejezését 2022 nyarára ígérik. Az állami tulajdonú Bahart 2012-ben döntött úgy, hogy nem üzemelteti tovább a helyi önkormányzat tulajdonában lévő veszteséges keszthelyi kikötőt. A terület üzemeltetése ekkor az önkormányzathoz került, akik 50 millió forintos kötbér kifizetésének veszélye mellett vállalták, hogy 3 éven belül megveszik a területen lévő ingatlanokat. Az adott időszak alatt azonban csak nőttek a tartozásaik, így a határidő közelettével kijelentették, hogy a szükséges erőforrások nem állnak rendelkezésükre, ezért gyorsan új befektetőt kezdtek keresni. Ám váratlanul 2014. december 9-én bejelentették, hogy mégis élnek opciós jogukkal, az önkormányzati cég megveszi a kikötőt. Egy nappal később pedig megjelent a hír, hogy a céget 7 millió forintért eladták a fél éve alapított Nyugati Medence Kft.-nek, amelyről később kiderült, hogy Tibor István és üzlettársai, Hamar Endre ügyvéd és Péter Zsolt érdekeltségébe tartozik. Így került a miniszterelnök vejéhez a Keszthely tulajdonában lévő 7600 négyzetméteres terület 15 éves bérleti díja nettó havi 300 ezer forintért. Ezt követően rendezték az üzemeltető cég 23 millió forintos adósságát, a területen lévő ingatlanokért pedig 330 millió forintot fizettek, amikre így nem kellett pályázatot kiírni. Bár az üzlet jogilag rendben volt, azonban erkölcsileg sokan kifogásolták, hiszen így nyílt pályáztatás helyett pusztán egy cég feltőkésítésével jutottak egykori állami ingatlanokhoz. Az ügyben feljelentést tettek, az ügyészség azonban nem állapított meg törvénytelenséget. Tibor István az ügy nyilvánosságra kerülése után kiszállt az üzletből, de most is egy régi barátja viszi a céget. De Keszthelyen nem csak jachtkikötő épül, szinte egymást érik a NER érdekeltségébe tartozó szállodák. A Hotel Helikon felújítását Tibor István üzlettársának, Pár Attilának a cége, a VHB végzi 3,9 milliárd forintért. A tulajdonos cég a Helikonon felül a szintén keszthelyi hullámszállót is megvásárolta. Utóbbi és a mellette álló, szintén NER érdekeltségébe került Balatonszálló műemléképületek és a partszakaszt, ahol elhelyezkednek, kiemelt fejlesztési területté nyilvánították. A keszthelyi Via Hotelbe 2015-ben kezdte el bevásárolni magát Magyarország negyedik leggazdagabb embere, Szíj László. Az azóta lebontott szálloda helyén egy 5 csillagos hotel épül majd. Az építtető céget egy volt tiszakécskei futballista, ez Szíj László szülőfaluja, Sáfrány Tamás alapította meg mindössze egy nappal azelőtt, hogy megnyitottak egy jelentős pályázati lehetőséget. Élete első cégével Sáfrány rögtön 3 szálloda fejlesztésére adott be igénylést. A pályázatot a kitűzött határidő előtt szűk 2 hónappal túljelentkezés miatt lezárták, majd az eredetileg 20 milliárdos keretösszeget nem teljesen tisztázott okokból 83 milliárd forintra növelték. A volt futballista pedig sikerrel járt, így nyert el 5,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást a Vadi Új Hotel Baron megépítésére. A Balaton északnyugati csücskében lévő Akaratján Matolcsy György jegybankelnök volt felesége, Matolcsy Gyöngyi a polgármester. A volt MÁV gyermeküdülő helyén évek óta építkezik a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő Optimum Gamma Kft., amelynek költései nem nyilvánosak. A volt üdülőt az MNB alapítványai 890 millió forintért vették meg. A területen oktatóközpont, szálloda, teniszpálya és vendéglátó egység lesz, és egy kikötő építését is tervezik. A beruházás ellen tiltakozó helyiek szerint a környék infrastruktúrája egyáltalán nincs felkészülve egy ekkora komplexumra, de az önkormányzat legtöbbször nem ad érdemi válaszokat a kérdéseikre, sőt, 2016 óta többször módosították a település építési szabályzatát, így a beruházás elől elhárult minden akadály. A
A füredi kemping a helyi önkormányzat tulajdonában van, de a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balaton Turiszt üzemelteti. A területen épült 4 csillagos szálloda 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott a kisfaludi programból. A kemping melletti vitorlás kikötő közel 2 milliárd forintból készült el, de nem ez az egyetlen kikötő a városban. A balatonfüredi vitorlás kikötő tulajdoni története izgalmas és fordulatokkal teli. Üzemeltetését 2012-ben nyerte el az akkor frissen alapított Solum Invest Kft. A cég Simics Kalajos érdekeltségébe tartozott, majd 2018-ban sok minden mással együtt Nyerges Zsolthoz került. Tőle egy hónappal később egy Seychelle-szigeteki tulajdonban álló cég vette meg a Solum Investet, ami 2019 elején a Klubbaligából ismerős Jellinek Dániel vásárolt meg. Ezután egy évig nem történt semmi. Ekkor azonban a cég elindult a Magyar Turisztikai Ügynökség hírhedt pályázatán, amin a tiszakécskei Sáfrány Tamás olyan nagyot szakított. A pályázás után 2 nappal Jellinek váratlanul jó áron, nagyjából 1 milliárd forintért eladta tulajdonát annak az Apennin Holdingnek, amelynek az adásvétel idején a legjelentősebb tulajdonosai Tiborcz István és Mészáros Lőrinc voltak. 2 hónappal később a támogatások megítélése előtt bejelentették, hogy megkezdik a kikötő fejlesztését. Ezután előbb Mészáros, később pedig Tiborcz is szinte teljesen kiszállt az Apenninből. Utóbbi tulajdon részét Jellinek Dániel vásárolta meg. Ekkorra derült ki, hogy a projekt megkapta a megpályázott 5,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást. Habsburg József főherceg egykori nyári rezidenciája a II. Világháború után szállóként, majd a rendszerváltásig pártüdülőként működött. Az épületet még 2006-ban privatizálta a CD Hungary, ami Csányi Sándor, Garancsi István és Hernádi Zsolt közös cége. A területen 10 éven keresztül nem történt semmi, ami alatt a kastély állapota jelentősen leromlott. 2018 végén döntöttek arról, hogy egy 150 szobás szálloda projekt fog megvalósulni, amelynek keretében átépül a 6 hektáros parkból és a 3 épületből álló terület. Az eredetileg 4,2 milliárd forintra tervezett beruházásra első körben 2,9 milliárd, majd további 8,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el. Ezzel az összeggel a projekt a 300 milliárd forintos kisfaludi programban is a nagyobb beruházások közé tartozik. A Tihanyi félsziget a Balaton felvidéki nemzeti park része, Natura 2000-es természetvédelmi terület, világörökségi várományos helyszín, a tó egyik legemblematikusabb része. Mégis rohamtempóban épül be már évek óta. A területen érvényben lévő szabályozások pedig láthatóan nem mindenkire vonatkoznak, a beruházók különféle trükközésekkel építkeznek. Például a 444 tárta fel 2020-ban, hogy van, aki az úszómedencéjét, amit hivatalosan tilos építeni a területen, kertitónak vagy esőtározónak hívja papíron. Az egyik építkezéshez 9000 négyzetméteren tarolták le a növényzetet, a területen egy 385 négyzetméteres, lakófunkcióval is rendelkező mezőgazdasági épület lesz. A legtöbb esetben csak bírsággal sújtják a szabálytalankodókat, azonban ezeket az összegeket a tulajdonosok általában könnyedén ki tudják fizetni, mondhatni belekalkulálják a költségvetésbe. Nekik kedvez egy 2017-es építési törvény is, ami megszüntette több épülettípus és építési munka engedélyeztetését, elég pusztán bejelenteni őket. Az Óvár névre hallgató, gyönyörű panorámájú külkerület ment át az egyik legnagyobb átalakuláson. Itt eredetileg szőlők és gyümölcsösök voltak, az utóbbi években azonban sok olyan házat felhúztak itt, amelyek hivatalosan mezőgazdasági épületek lakófunkcióval. Itt vásárolt papíron gazdasági épületnek hívott ingatlan Mészáros Lőrinc 525 millió forintért, de itt van háza Rogán Gál Cecíliának és Zsuzsák Balázsnak is, valamint itt építkezik Matolcsi György unokaöccse és még sokan mások. Mészáros Lőrincnek például nem csak ingatlana, hanem borászata is van a településen. Még akár vehetek bármit. Ha van pénzem, bármit vehetek. 2017-ben vette meg a Tihanyi Vináriuszt, ahol a TV2 a turizmus promótálása címszó alatt több riportot is forgatott.
Abban a pillanatban, hogy megkaptuk a szót, kisütött a nap is ebben a pillanatban itt a Tihanyi Vináriusnak a teraszán, és a természet valami olyan csodálatos arcát mutatja. Az építkezések elleni már sokszor említett tiltakozások bár a legtöbb esetben nem érnek célt, de azért vannak eredményeik. Tihanyban a tüntetők elérték, hogy a tóparti kenderföldeknek nevezett terület beépítése ne kezdődhessen el 2022-ben. Egy bírósági döntés értelmében a helyi kormányhivatalnak ismételt környezetvédelmi eljárásban kell vizsgálnia, hogy a tervezett beruházás milyen hatással lenne a természetre. Tihany fideszes polgármestere sajnálkozott a döntés követően, és azt nyilatkozta, hogy tovább fognak küzdeni a terveikért. Más települések polgármesterei azonban nem támogatják a túlméretezett építkezéseket. Palóznak önkormányzata tavaly egy maximum 3 évig érvényben maradó változtatási tilalmat vezetett be, míg Szigliget polgármesterének javaslatára az addiginál szigorúbb településrendezési tervet fogadott el a képviselőtestület. Mindenki csak azt az 50 métert, azt a 100 métert akarja elvenni a Balatonpartról, de hogyha ezt mindenhol mindig megengedjük, mondván, hogy az csak 100 méter, akkor könnyű belátni, hogy az hova vezet.